Lechner Ödön a magyar szecesszió és építészet meghatározó alakja. Kőbányán is olyan örökséget hagyott maga után, amely napjainkig meghatározó. A kőbányai kötődésű építész jellegzetes munkái a mai napig a város több pontján megtalálhatóak. Hát nem tudom, hogy hagyománynak lehet nevezni azt, hogy tavaly elkezdtünk egy kis konferencia, helytörténeti kis konferenciát szervezni. Akkor a Dréher családot választottuk ki Budapest egyesítésének évfordulója kapcsán. Idén viszont Lechner halálának 110. évfordulója van, úgyhogy adta magát a személy, a személyiség, hogy vele foglalkozzunk. A újítás a helytörténeti klub előadásához képest az, hogy most 3 előadó is lesz, viszont jóval rövidebbek lesznek az előadások. Azt kértük az előadóktól, hogy maximum 30 percben foglalják össze a mondandójukat, így pergősebbnek gondoljuk, és sokszínűbbnek a visszaemlékezést. Előadunk Kismarty Lechner Csaba építész zeneszerző lesz, aki családi kapcsolatai során is megismerkedett Lechner Ödön és a család többi építésztagja és nem építésztagja életével. Ezekbe a családi titkokba, hogy így mondjam, avat be minket. A másik előadónk pedig a Maglódi úton működött Lechner rendezvényközpontnak a egyik munkatársa, Szilágyi László, aki azért érdekes számunkra, mert ő megmutatja, hogy egy 21. századi friss vállalkozás hogyan tud egy kerületi hagyományra, egy kerületi személyiség múltjára építve korszerű formában vállalkozást építeni. Közben pedig a helytörténeti gyűjtemény részéről magam fogom röviden összefoglalni Lechner Ödönnek a kőbányhoz való kapcsolódási pontjait. Mi volt a célkitűzésük ezzel a kis konferencia program sorozattal tulajdonképpen? Hát ismeretterjesztés elsősorban, bár szórakoztató formában, de leginkább azt tudom mondani, hogy a emlékezet, az emlékezés, hiszen a kerek évforduló ezt adja magát. Lechner Ödön egészen egyedi teljesítménnyel rendelkezik. Ma a életműve azon belül is többek között a Szent László templom, a világörökség várományosa, és nagy reményeink szerint a közeljövőben a világörökség része lesz. És gyakorlatilag egy sajátos stílussal nem csak most, hanem már korábban is a világ legjobb művészeinek tartották. Ezt bizonyítja például, hogy egy Rómában rendezett építészeti világkiállításon megkapta az életművére a világkiállítás aranyérmét. Kőbányán több épület is az ő nevéhez fűződik, ilyen például a Szent László templom, vagy a Szent László gimnázium épülete is, melyek magukkal hordozzák mai napig jellegzetes építészetét. Ó, Lechner Ödön bele születik egy kapcsolatrendszerbe, nem csak egy családba, ami ide köti őt Kőbányához, hiszen a szüleinek ekkor, illetve nagyapjának itt van kőbányája, téglagyártó üzeme. Itt tölti, azt lehet mondani, a gyerekkorát, vagy a gyerekkorának jelentős részét. Ide kötődik a budapesti építészetnek, kőbányászatnak, kőműves mesterségnek számos képviselője, hiszen a legtöbb tervező saját bányával rendelkezik, tehát itt ez egy zárt kör, és a kőbánya területi elhelyezkedés alkalmat ad a kicsit kötetlenebb találkozásra is. És ez Lechner Ödönnek a pályáját, főleg az elején segíti, hiszen, hát hogy úgy mondjam, benne van a lobbiban. Mennyire népszerűek ezek a kis konferenciák, és a mai napra hányan regisztráltak előre? Havonta szokott lenni előadásunk a helytörténeti klub keretében, az a Fűzér utcai helységben van, minden hónap utolsó csütörtökén 5 órakor kezdődnek ezek az előadások. Ha vagy külső előadónk, vagy mi magunk készülünk föl egy-egy témával kapcsolatosan. Ezek a kis konferenciák látogatottabbak, ezért most a Körösi Művelődési Központnak a házasságkötő termét, én úgy szoktam mondani dísztermét, vettük kölcsön. 100 körül vagy 100 fölötti nézőre, hallgatóra számítunk.
Mennyire tudják a kőbányaiak, mi az észrevétele, hogy mennyi leknerődön munka van a kerületben? Leknerődön jelenlétéről tudnak, ebben sokat segít a legismertebb ugye, alkotása a Szent László templom, annak kiemelt helyzete, nem csak a kultúrtörténeti jelentősége, hanem hát földrajzilag is ugye a főtéren helyezkedik el, illetve a Szent László gimnáziumról is sokan tudják, hogy hozzá is kötődik. Viszont a részleteket kevésbé ismerjük, ezért is gondoltuk, hogy minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy egy kicsit jobban ismerjük az ő kiválóságát és egyedüli képességeit, amit korábban kifejtett. A konferencia egyik előadója Szilágyi László, a Lechner rendezvényközpont munkatársa is az előadók között volt, aki bemutatójában kitért arra is, hogy egy 21. századi vállalkozás hogyan tud kapcsolódni a kerület egy fontos múltbeli személyéhez és örökségéhez. Ez a legnagyobb különlegessége a helyszínnek, hogy van egy története, van egy tradíciója. Nem csak Lechner Ödön, hanem az egész Lechner családnak szeretnénk tisztelettel adózni ezzel a névválasztással, hiszen a hely, ahol a Lechner rendezvényközpont található Kőbányán, ez régen Lechner Ödön nagyapja által alapított téglagyárnak a helyszíne, és egészen a világháborúig itt a város nagyon sok épületében is felhasznált téglákat gyártottak, és ezért mi nagyon szeretnénk megőrizni ezt az emléket, és az épületben nagyon sok helyen, illetve a szolgáltatásában is megjelenik a Lechner család. Az előadáson azt szerettem volna megmutatni, hogy egy 2024-ben egy működő gazdasági vállalkozás hogyan tud visszanyúlni a tradícióhoz, és hogyan tudja ezt beépíteni a marketing tevékenységbe, ez milyen előnyökkel jár, és mi milyen színes, kreatív ötleteket használtunk ahhoz, hogy fenntartsuk a Lechner családnak a nevét, és ezt mindezt egy üzleti környezetben hogyan lehet jól eladni. Előadásában továbbá központi szerepet vállalt Lechner öröksége, és annak története, hogyan nemrégiben átadott Lechner rendezvényközpont épületét milyen szemlélettel tervezték meg. A legfontosabb, úgy gondolom, ma egy termék vagy szolgáltatás értékesítésénél az az érzelem. És a Lechner család történetében ebből nagyon-nagyon sok van, és mi próbáljuk mindenhol visszacsempészni a rendezvényközpontban azt a szellemiséget, amit Lechner Ödöntől és családjától kaptunk. Kezdte be onnan, hogy építészetileg például az itt gyártott téglákra emlékezve, nagyon sok vörös téglás kis betét jelenik meg az épületben. De hogy én is mondjak egy történetet, amikor alapoztuk az épületet, akkor a markológép egyszer csak bezuhant, egy addig nem tudtuk, hogy egy gödörbe, ami nem is gödör volt, hanem egy nagyon mély kézzel készült kút. Ezt a kutat megtaláltuk, és ezt nem betemettük, hanem vállalva például, hogy újra terveztük az épületet, építettünk ebből felújítottuk a kutat, és építettünk egy ilyen kis kóstoló termet a kút köré, mint egy ilyen exkluzív kis bár, és ezzel adózunk szintén emlékül arra, hogy mennyire fontos volt a kút, hiszen az 1800-as években nem volt olyan könnyű iható, nagy mennyiségű vízhez hozzájutni, és Kőbánya ebben kiemelkedő volt. Nem véletlen alapították itt a sörgyárakat anno, és mi is erre emlékezünk ezzel a kútnak a renoválásával, nagyon sok energiát, pénzt beleöltünk, hogy ezt újra meg tudjuk mutatni, és ma ez a kút, ez megtekinthető, és nagyon szépen felülsorítottuk, tehát érdemes megnézni. Mit szólnak ehhez a kettősséghez, akik megnézik, hogy mondjuk a rendezvényközpontban ellátogatnak? Nagyon fontos, hogy a tradíció és a komfort ez egyszerre megjelenik, hiszen emlékezünk a múltra, de közben pedig egy megújuló energiaforrásokat használó épület van a tetején napelemekkel, de nem csak építészetileg, hanem működésében ez nagyon jól megfér együtt. Kifejezetten egy érdekes hangulata van. A rendezvényközpontot most kell megtöltenünk élettel és emberekkel. Az első fél éven vagyunk nagyjából túl, eddig nagyon sok minden történt, koncertek, konferenciák, esküvők, ma este például egy színházi előadás lesz látható, Sör Színház néven, hiszen ebbe az épületbe költözött be Kőbánya egyik híres kraftsörgyártója, a Hoptop sörfőző ZRT is, ezért itt a gasztronómiával, a kőbányai sörökkel és kultúrával szeretnénk színesebbé tenni ezt a kis szigetét a múltnak és a jövőnek. A Lechner és Kőbánya elnevezésű kis konferencián további érdekes információkat és érdekességeket hallhattak a résztvevők. A konferencia nagyon népszerű volt, teljes teltház előtt zajlottak az előadások.